más kérdés, hogy más, amikor közvetlen szakmai kontroll van. A Rebekának annyit szeretnék mondani a képviselőtársnőnknek, hogy én óvatosabb lennék ezzel a nemzeti parkos üggyel, én meg azt szeretném kifejezetten, hogyha az is az NFA alá tartozna. Mert nem folyik szakszerű gazdálkodás, és ezt bármikor be tudjuk bizonyítani, csak el kell oda menni és megnézni, nemzeti parkok által sújtott területnek tartják a helyi gazdálkodók, mert már a legeltetést is megtiltják, én ezt nem támogatnám az önök helyébe se. Erről beszéljünk, de ez most jelenleg így van, Balaton felvidéki nemzeti parkot tudom példának hozni, ahol bodza van meg gaz olyan helyeken, ahol valamikor birkák legelésztek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perc Szabó Rebeka a képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igaziból csak egy apróságot szerettem volna még a Jobbikos képviselőtársam által inspirálva szerettem volna felhívni államtitkár úr figyelmét, illetve bizottsági elnök úr figyelmét az egyik módosító javaslatunkra, ami arról szól, ugye, hogy mi is találtunk valakit, aki azt gondolja, hogy a lobby érdekeknek ellenálló csoport, mégpedig a zöld civil szervezetek képviselőit szeretnénk nagyon, hogyha az NFA tevékenységét ellenőrző bizottságba beülhetne egy 6. tagként. Ez csak egy apró megjegyzés, és én nem hiszem, hogy most ez a megfelelő időpont és alkalom arra, hogy a nemzeti parkoknak a gazdálkodási szokásait vagy kritériumait itt megvitassuk, de azért szeretném megjegyezni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy azok a célok, amelyeket esetleg a gazdálkodók rossznak látnak, vagy nem vesznek észre, az nem csak egyfajta rossz kommunikációnak a következménye. Lehet, hogy a Nemzeti Park nem kommunikálja jól azokat a célokat, amiket ő meg szeretne jeleníteni a gazdálkodásában, de attól az még nem biztos, hogy szakmailag is helytelen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. 2 perc, Gőgő Zoltán képviselő úr. Muszáj folytatnom Nemzeti Park ügyet, ne haragudjon. Az nem szakszerű gazdálkodás a Hortobágyon, hogy átvesznek egy halastavat, és 2 év múlva bálák vannak benne. És még a vizes élőhely támogatást is föl szeretnék venni mondjuk AKG-ból. Erre konkrét példák vannak. De most mondom, őrség, végig mehetünk az egészen. A természetvédelem nem arról szól, hogy van egy pillanatnyi állapot, csinálok egy fotót, és ha nem csinálok vele semmit, az úgy marad. Az azért olyan, mert szorgos, gazdálkodó kezek több száz év alatt olyanná tették. Azért maradt meg olyannak, amilyennek szeretnénk is megtartani, de azért az már túlzás, hogy a legeltetést is ki akarjuk tiltani mondjuk az ősgyepekről. Mert abból, mondom még egyszer, elviszem szívesen, megmutatom, abból káosz lesz, bozót lesz, bodza lesz, minden lesz, csak nem olyan állapot, ami a nemzeti parki kategóriának megfelel. Tehát én meg kifejezetten kérem a kormánytól, hogy igenis legyen az is egységes kezelésbe, és a honvédséggel meg egy baj lesz, ezt én megszenvedtem 2 éven keresztül. Hát ebből nem derül ki, hogy a lőszermentesítés például már ki fogja végrehajtani. Itt ugye Balázs elmondta, hogy ez egyértelmű. Én nagyon örülnék neki, az így lenne, és az állami egyes nem használt lőterek, mert itt arról van szó egyébként, nem újakat akar senkibe zárni, gondolom én, hogy azokkal is kell valamit kezdeni, de ugye a földhivatal az életben nem fogja mezőgazdasági hasznosításba venni addig, míg a földmérőt nem engedik ki, mert azt mondják, hogy hát az egy lőtér, és amíg azt valaki nem rendezi el, addig mi történik, hogyha valakit baleset ér. Nem nagyon egyébként, gondolom, ez nem igen fordul elő, főleg olyan helyen nem, ahol legeltetnek 15 éve, mert ott már akkor történt volna valami. De azért ezekre is figyelni kell, hogy ezt is tisztázni kell. Egyébként én nagyon egyetértek azzal, hogy ezek a területek, az állami egyes területek is ide kerüljenek, mert ez ilyen örök vitánk volt, hogy az most kiadja bérbe, miért adja bérbe, és hasznosítani kell. Tehát ezek olyan helyek, ahol mondjuk például a magyarországi közel 1 millió darabos juhállománynak a jelentős része mai napon is használja és legel, de hivatalosan nem nagyon vehetnének utána igénybe például területalapú támogatást. Köszönöm szépen. 2 perc, Szabó Rebeka képviselőasszony. Elnézést kérek, hogy itt folytatom ezt a vitát, csak szeretném megjegyezni, hogy higgyel képviselőtársam, én tudom, hogy miről szól a természetvédelem, ki sem merem mondani, most már hány éve dolgozom tulajdonképpen a természetvédelemben, és én azt gondolom, hogy a nemzeti parkok számára is probléma a gyepek legeltetése, legeltetik a gyepeket, probléma a cserésedés, amit ön említette, a bodzát, tehát én azt gondolom, hogy igaziból itt most 2 csónakba nevezünk, én nem gondolom, hogy és nyilván kirívó rossz példákat mindenhol lehet mondani, nem tudom, mi volt ez a halastó, de én azt gondolom, hogy nem ebből kell kiindulni, amikor a nemzeti parkok gazdálkodásáról beszélünk, de tényleg nem szeretném ezzel tovább húzni az időt, nem értünk egyet, határozottan nem értünk egyet ezen a ponton. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Hajnaltájt. 2 perc, 15 perc. Jelentkezőt nem látok. Hángyán József államtitkár úrnak adom meg a szót, aki nyilván válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, hölgyeim és uraim. Tekintettel arra, hogy kell a nap, ha jól gondolom, odakin, az épületen kívül valószínűleg nagyon röviden kell és szabad csak ebben a helyzetben reagálni az elhangzottakra. Annak ellenére, hogy rendkívül érdekes vita zajlott itt hajnalok hajnalán. Jó lett volna ezt valóban normális emberi időben folytatni, de hát a parlament nem mindig úgy működik, mint ahogy ez a tervekben szerepelne. És jól van ez így egyébként, mert bárki kifejtheti akármilyen hosszan a véleményét, tekintet nélkül arra, hogy utána még napirendi pontok következnek. Mindenekelőtt szeretném ennek következtében megköszönni a kitartást azoknak a képviselőknek, akik jelen vannak, és ebben a számunkra, és azt hiszem az ország számára rendkívül fontos témakörben kitartóan részt vettek a vitában. Szeretném megköszönni azokat a hasznos gondolatokat is, amik elhangzottak. Azt gondolom, hogy részben módosítók formájában ezek a gondolatok megjelennek, és azt remélem, hogy az itt elhangzott módosítások közül jó néhányat alkalmunk lesz a törvénybe is befogadni. Azt gondolom, hogy ezek révén tovább módosítható, tovább javítható ez a törvény. Szükségünk van azt hiszem egy ilyen nemzeti földalapról szóló törvényre, illetve egy fajta földtörvény módosítási kezdeményre is, ami megalapozhatja azt a birtokpolitikai, föld- és birtokpolitikai koncepciót, ami láthatóan azt hiszem világossá téve, láthatóan más irányt mutat, mint az eddigi föld- és birtokpolitikai koncepció volt. Az külön öröm számomra, hogy e tekintetben, az irányok tekintetében azt hiszem kormánypárt és ellenzék egyetértett. És ez egy olyan fontos alap lehet, ahonnan tovább építkezhetünk a továbbiakban. Természetesen nem old meg mindent. Nem is volt az ambíciója ennek a mostani törvénymódosításnak, hogy minden kérdésre választ adjon, annál is inkább, mert egyfajta ütemezésre van szükség a kérdés megoldásában. Ha másért nem, éppen azért, mert komolyan kell vegyük mindaddig, amíg a moratóriumot vissza nem utasítja az európai közösség, a moratórium kezdeményezést. Ennek a következménye persze az, hogy a földtörvényhez csak olyan mértékben lehet hozzányúlni, amilyen mértékben az nem érinti a földvásárlási moratóriumot, vagyis nem oldja föl a földvásárlási moratóriumot. Biztosíthatom képviselőtársaimat, hogy intenzív munka folyik, és nagyrészt kész egy olyan törvénytervezet, ami arra az esetre is megoldást kínál majd a céljaink elérésére, amikor szabadpiaci viszonyok jellemzik majd a földpiacot, mindazokat az eszközöket a SAFER-től, a DÁN és egyéb mintákon keresztül, amiket végig tanulmányoztunk, be fogjuk építeni ebbe a saját nemzeti szabályozásunkba, amelyek garantálják, hogy nemzeti hatáskörben tudjuk tartani a termőföldet, mint legfontosabb természeti erőforrásunkat, a létünk alapját, és az önrendelkezésünket e fölött az erőforrás fölött meg fogjuk tartani. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni, mert itt is sokszor félreértés van, és a vitában is fölmerült. Itt nem államosításról van szó, és nem állami gazdaság létrehozásáról van szó, hanem egy másfajta állam szerepről van szó. Arról van szó, hogy az állam visszatérve az eredeti funkciójához, a közjó szolgálatában beavatkozik. Nyugat-Európa ezt ma az utóbbi időben úgy mondja, hogy ökoszociális piacgazdasági modellt kezd el követni, vagyis a piacot, a gazdaság szereplőit, a tőkét korlátozza környezeti és társadalmi szempontok mentén, vagyis a helyi közösség és a környezet érdekei mentén játékszabályokat szab. A föld az egyik legfontosabb erőforrásunk, természetes, hogy a földpiacon az államnak be kell lépnie. Nem szolgál mást ez a föld elővásárlási jog, mint hogy egy aktív szereplőként belépjen erre a földpiacra az állam, és valóban azok felé a csoportok felé terelje ezt a fontos erőforrást, ahol az a közjó szempontjából a legjobban hasznosul. A tőkés társaságok erre nem alkalmasak. A tőkés társasági formában, aki tőkét fektet a mezőgazdaságba, azonnan ki akarja vinni, és sokszor ez a tőkebefektető nem is ott van helyben, hanem akár 1000 kilométerre, ahogy az előző földtörvény ezt lehetővé is tette a tőkés társaságok
telephelye szerinti helyben lakás fogalmát bevezetve. Egyedül az a családi gazdálkodási modell alkalmas erre, ahol is az emberek ebből élnek, visszaforgatják a munkájuk eredményét, fejlesztik a gazdaságokat, és a generáció közti kapcsolatra épül, ahol a tudástranszfer is, ha szabad ilyen korszerű fogalmat használni, természetes módon megvalósul, generációról generációra adja tovább a földhöz kötődő kultúrát. Ez az a modell, amit meg kell földoldalról alapozni. És itt az államnak komoly szerepe van. Ezt nem lehet rábízni a tőkepiacra, mert ha rábízunk a tőkepiacra, ezek a javak nem fognak megszületni. Tehát ez volt az ambíciónk, amikor ezt a földtörvényt beterjesztettük, és természetesen következik ennek egy folytatása, függően attól, hogy januárban az Európai Közösség hogy minősíti a moratórium kérelmünket. A moratórium kérelmet meg fogjuk erősíteni, ahogy ezt az Európai Bizottság kérte beadás alapján, és januárra várható ennek az eredménye. Közben, akár közösen, mert úgy látom, hogy sok tekintetben konszenzus alakul ki ezen a terepen, kialakítunk egy olyan földtörvény tervezetet, amely adott esetben február-március táján elfogadható, ha úgy alakulna a helyzet. Tehát a májusi liberalizációs időszakban egy olyan biztonságos rendszer tudunk így fölépíteni közösen, amely valóban garantálja a föld, mint legfontosabb erőforrásunk nemzeti hatáskörben tartását. Azt hiszem ez a legfontosabb cél. És hogy ennek keretében természetvédelem és mezőgazdaság is majd egymásra talál, azt hiszem ez is természetes. Én példaértékűnek gondolom ebből a szempontból, persze elfogult vagyok, hogy egy tárcához került ez a két terület. Azt hiszem, hogy szép feladat nekem magamnak is és másoknak is, akik a tárcánál vagyunk, hogy ezeket a szempontokat összegyógyítsuk, de hát egy másfajta környezethasználati rendszert kell kialakítanunk, ahol a környezeti szempontok, a gazdasági és társadalmi szempontok együtt jelennek meg. Ez egy szép kihívás, és örülök az olyan vitáknak, amelyek próbálják tisztázni a különféle álláspontokat, de az összegyógyítás lesz azután igazán komoly feladat. Tehát hálásan köszönöm mindenkinek, hogy ilyen kitartóan részt vett a vitában, köszönöm a gondolatokat, igyekszünk a törvénybe még beépíteni, és minden használható javaslatot figyelembe venni, és ígérhetem azt is, hogy ezek közül jó néhányat, ha módosító indítványokként bejönnek, be fogunk fogadni a törvény végső elfogadása kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátására ma délután körülbelül 18 órakor, a részletes vitára pedig az esti órákban kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Emlékeztetem Önöket, hogy a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására későbbi ülésünkön kerül sor. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalással jelentkezett Endrésik Zsolt képviselő úr, Jobbik képviselője. Mit kíván a kormány tenni a hétvégi borsodi jégverés károsultjainak megsegítése érdekében címmel? Megadom a szót Endrésik Zsolt képviselő úrnak 5 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő társaim, akik maradtak itt a korahajnali órákban. Ez elég mazohista akció volt ez a mostani, de mint magyar emberek tudunk és szeretünk is szenvedni. Nem lehet elmenni ezen katasztrófa helyzet mellett. Hát ez az én kis pátriámban, saját kis szülőföldemen történt ez az eset. Nem véletlen ez a mondás, hogy a szegény embert az ág is húzza. Ez az ország szerintem egyik legszebb, de talán legszegényebb térsége is. Ez a kis úgymond gömörország, ahol én is élek. Először is kicsit messzebbről indulnék, karácsonytól kezdve, ez alig több, mint egy fél év, a Sajón 7 árhullám haladt le. Azért gondoljunk bele, hogy ilyen rövid idő alatt